Na, hát sok szeretettel üdvözlök titeket, srácok. Rendhagyó módon ez most nem live-ba megy, ugyanis egész nap baj volt az internet kapcsolattal, ezért úgy gondoltam, hogy azért haladjunk, és valamennyire fölveszem akkor az időmérő edzést, és akkor ezt majd most felvételről láthatjátok majd. Úgyhogy kezdjünk is neki. Ugye Bakuban vagyunk, Azerbajdzsánban, ez a 8. nagy díjunk, 7-ek vagyunk a világbajnoksági tabellán, Alonso a 9. és Lewis Hamilton vezeti ezt az egész történetet. Neki a előző nagy díjon a kanadain, ahol nyertem, nem sikerült célba érni, úgyhogy ez volt eddig az első alkalom, hogy úgymond nem szerzett pontot és nem ért célba, de hát így is nagyon magabiztos fölénnyel vezeti a tabellát. És akkor lássuk az időmérőt, hogyan is alakul itt Bakuban. De szerintem előbb még megnézzük a laptopot, így van. Megkaptuk az új riválist Valtteri Bottas személyében. Igen, az üzemanyagot és a dragot tudnám már egy kicsit tuningolni, de hát inkább majd a következő nagy díjnál szerzünk annyi pontot, hogy a motort egyel feljebb nyomjuk, és akkor inkább a motorra fogunk menni fejlesztés ügyileg. Na, kezdjük meg akkor a Q1-et. The circuit has rubbered in with practice, but this is going to be a difficult session for our drivers as they fight for pole position. Be van borulva. Qualifying here in Azerbaijan. This is the kind of track that eats rear tires for breakfast, or so I'm told by more experienced drivers than myself. Lots of low speed exits means the rears are in for a lot of punishment. It's all too easy to spin 24 fok. The corner too aggressively. It might look felhős idő. As we love to see a car driven beyond its limits, but it's not going to result in a great long run pace. Na és akkor. Jó. Jó, annyit még. Jó lesz az így. És akkor kijövünk egy gyors körre. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez jó. Na. Csak tudjunk megállni, jó. Remélem nem lesz semmi probléma Bakúval, azért elég rendesen begyakoroltuk. Elrontjuk ezt a sikánt. Oké.
Hát ez sem volt a legjobb. Na ez meg aztán főleg katasztrofális volt. Vannak ilyen kis pici multilaggok, de nem értem, hogy miért. Nagyon le vagyunk maradva. Vagy elmegyünk még egy körre. Nem lesz egyszerű. De nagyot tudunk javítani. 1,3. Huhú. Szép. Második. Hamilton és Rosberg között. Jó. Jaj. Garázsba. Hú. Eddig jó. Alonso sem ment viszont rosszat. Hatodik, és övé a harmadik legjobb szektor. 1,2-t kapott. És én is el vagyok maradva majdnem 8 tizeddel. Nem értem, valami eszméletlen időt ment. Jól van. Jól van. Sainz, Kwiat, hát mit csináltak a Toro Rosso-k? Vettel. Alonso is csak ment egy jobbat. Ma hatodik vagyok. Hát mindegy, tovább jutunk. Nincs ezzel probléma. Na nézzük, kik estek ki. Kiesett a két Renault, a két Sauber, Gutierrez és Wehrlein. És egy pár ezret híja volt, hogy Harjantó is kiessen, de megúszta. Úgyhogy mehetünk a Q2-re. Eddig sima. No viszont. Rakjunk fel egy lágy szettet. És akkor ezen teljesítsük a Q2-t. Akkor a keményebbi keveréket fogjuk letudni majd az első szakaszba. Csak itt is egy jól összerakott kör kell.
Ez fal. Ez nem volt jó. Jó, jövünk vissza. Jó, de csúnyán elmértük azt. Na, akkor megint. Most is közel volt, nagyon a fal. Hú, de nem jók ezek a laggolások közben. Olyanokat laggolgat, ilyen kis mikrolaggokat. Rohadtul zavaró. Most is van. El kellett vennem. Nem voltam benne biztos, hogy elbírok vele fordulni. Eddig nem rossz. Csak ezek a laggok. Hú, de rossz. Nagyon ugrándozik az FPS. Hatvan és 45 között szaladgál. Most nagyon megközelítettem azt a kerékvetét, mondom, hogy ne kelljen elvenni a gázpedált. Tehát ezt nem nagyon csinálnám, ha nem muszáj, de így tudok nyerni egy másodpercet majdnem. Na nézzük. 16-ról 14-dik. Azt a kurva. De már nem gyepálom tovább ezt a gumit, így is 7%-os. Jó. Hát nem éppen így gondoltuk az időmérőt. Nem baj igazából, mert akkor így most...
van nekünk még egy szettünk a Q2-ből. Q3-ra is van még egy szett. És a versenyre is. Tehát van három szuperlágyunk. Ezt meg tudjuk spórolni. Mindenféleképpen a lágyal akarok indulni, úgyhogy azért nem akarom felrakni a szuperlágyat. És... hát nézem csak meg milyen idők vannak. Igen. Egyedül vagyok. Ah, meg Hamilton. Mindenki szuperlágyon. Jó, vége is. Rosberg, Vettel, Hamilton. És Hamilton volt csak. Meg én. Mindenki szuperlágyon fog indulni. Kivéve Hamilton és én. Alonso is csak 16. lett. Ez most nagyon elszúrtuk. És Haryantó is megelőz minket. Ricciardo is kiesett. És akkor Verstappen, Perez, Massa, Kwiat, Räikkönen, Sainz, Bottas, Hamilton, Vettel, Rosberg, akik benn vannak az első 10-ben. Azt viszont nem tudjuk meg ugye, hogy hogyan is alakul majd a rajtsorrend, az majd csak holnap a futam előtt fog majd végérvényesen kirajzolódni. Úgyhogy ennyi volt akkor most így az időmérő edzés, hát ez ugye elég rövidre sikeredett, elég hamar búcsúztunk, de a taktika szempontjából mindenféleképpen ez volt a jobbik megoldás, úgyhogy egyáltalán nem bánom. Ráadásul megvertük Alonsót. Megint gyűjtöttünk 764 pontot, illetve hát annyink van most már. Még messze van a 900, de hát még itt lesz a futam. Hát igen, most Bottas gyepált minket. Egyelőre 6-3-ra áll a meccs. Igen, hát a 9. hely nem sikerült, de Alonsót meg megvertük, úgyhogy visszakapjuk a 10-es skálánkat. Hallgatunk egy voicemailt. I just wanted to pass on the team's expectations for this race. Good luck! 11. vagy annál jobb helyezés. Előzzük meg, hogy Bottas előtt végezzünk, és verjük meg Alonsót. Place 10. hely a világbajnoksági tabellán, hát az megvan, mert 7. vagyunk. Azzal igazán nincs probléma. Jól van, srácok, akkor ez most így ennyi lett volna egyelőre. És akkor holnap remélem már most, hogy illetve úgy mondom inkább, hogy vasárnap, mert nem tudom mikorra fog felmenni ez a videó, vasárnap remélem, hogy akkor sikerül lemenni majd a futamot is, és tudjátok, 100%-os futam lesz, úgyhogy nem lesz egy egyszerű feladat. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek,